Köszöntöm a VKC televízió nézőit, önök a Budakalász ma hírmagazinunkat látják, lássuk először témáinkat röviden. Testületi ülés, az égetés rendjét is szabályozták a városatyák. Menza Pure regisztráció. Jótékonysági ételosztás. Megtartotta márciusi rendes testületi ülését is Budakalászváros képviselőtestülete. A grémium 16 nyílt és egy zárt napi rendi pontot tárgyalt. Az ülés előtt Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony beszámolt a két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, kiemelve a közlekedés politikáért felelős államtitkárral folytatott egyeztetéseket. Március 23-án Homolya Róbert államtitkár úrnál jártunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. Három fontos témában kértük, hogy hallgasson meg bennünket. Mind a három téma nagyon fontos a budakalásziak számára. Az első ugye az elkerülő út témája, itt két részt tárgyaltunk meg. Az egyik nagyon fontos ugye a pomázi északi szektornak, a nyomvonalnak az északabbra helyezése, illetve az ott lévő körforgalmi csomópontnak és a új 11-es és a jelenlegi 11-es csatlakozásának az újra átgondolása és a nyomvonal északabbra helyezése az esetlegesen ott megépülő körforgalmi csomópontot mi nagyon nem szeretnénk, egyetértésben a lakossággal több mint 1500 aláírást gyűjtöttek össze a Szent István telepiek, illetve a budakalásziak ennek érdekében, hiszen egy ilyen nagyon ellehetetlenült csomópontunk már van a koránál, ahol ugye a körforgalom igencsak megnehezíti az életünket. A nyugati szektort, amiről pedig lemondtunk, ugye annak pedig kértük a törlését az agglomerációs tervből. Nagyon sokan panaszkodnak ugye az eltelt évek során a lenfonos lámpás csomópontra, ahol kezdeményeztük már a közútkezelőnél azt, hogy kapcsolják ki, illetve állítsák állandó villogósárgára ezt a csomópontot. Ezt a kérésünket is tolmácsoltuk az államtitkár úrnak, azt kértük, hogy legalább egy hónapos idő tartalomra, kipróbálásra, próbaidőre nézzük meg, hogy mi történik, hogyha a villogó sárgára állítjuk a lámpákat. Ugyanis az a tapasztalatunk, hogyha ezt ugye minden budakalászi tudja, de még a pomáziak is, hogyha ez a lámpás csomópont éppen elromlik, akkor megszűnnek a dugók, a kilométeres kocsisorok, és normálisan lehet közlekedni a városba. Ezt a kérésünket is előterjesztettük, ugye ma egy hete államtitkár úrnak. A helyi környezet és természetvédelemről szóló 201-es rendelet szabályozza a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan kerti zöld hulladék égetését. Rendeletünk szerint a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan kerti zöld hulladékot csak április 15-e és május 15-e között pénteki napokon lehet elégetni. A tavaszi időszakban több lakossági megkeresés, panasz érkezik, hogy az engedélyezett időszakban a lakosság nem az előírásoknak megfelelően végzi az égetést. Ezen káros hatások kiküszöbölése, valamint a környezetvédelme érdekében határoztuk el a komposztálásra alkalmatlan kerti zöld hulladék, növényi eredetű hulladék égetésének a tiltását. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság módosító javaslatot tett, miszerint május 1. szombatján tartsunk várostakarítási napot, és ezen az egy napon legyen lehetőség az égetésre. Eső esetén mindez a második szombatra tevődjön át. Ezt a módosítást polgármester úr nem fogadta be, tehát erről külön fogunk szavazni. Kérdezném, hogy van-e hozzászólás a napirendhez. Jó, tehát első akkor Balogh Csaba képviselőtársam. Nagyon szépen köszönöm a szót. A polgármester asszony, azt szeretném elmondani a kérdéssel kapcsolatban, hogy talán nem tartanám túlzottan jónak ezt a merev szabályozást. Azért sem, mert ezzel talán újabb és újabb, a megszorítások miatt újabb és újabb kiskapukra, illetve ilyen csak azért is megmozdulásokra kerül sor.
Én vasárnapról hétfőre villadóan kinéztem, hajnali egy órakor még kinéztem az udvarra. Hideg éjszakát jósolt az meteorológia. Kinéztem is meglepetésemre, valaki akkor gyújtotta le a mágiának éjszaka. Beborította István telepnek azt a részét, én a csípős füst. Én amondó lennék, hogy nem lehet mindent tiltani. Az embereknek, hogyha olyan jellegű növényei, bokrai vannak otthon, amiket nem tudnak, vagy nem szívesen tudnak bedarabolni, például, mit tudom én, kiszáradt csipkebokor, amit nagyon nehéz becsekkelni, belevagdalni, méretre szabva egy nájlonzsákba. Ilyen alkalmak miatt, ilyen megfontolások miatt sem tartom igazán jónak. Adjunk és teret és lehetőséget arra, hogyha valakinek ilyen otthoni zöld hulladéka van. Ne ilyen merev szabályozás mellett, egy picit talán tágítani kellene, nem szabadna megszüntetni ezt a tevékenységi formát. Ezzel csak azt tudjuk talán generálni, hogy akkor ilyen megmozdulások születnek, ilyen éjszakai égetések, meg talán jól felfogott érdekünkből fakadóan is, hogyha valakinek ilyen adhok helyzet adódik, hogy éppen egy olyan növény nem tud belevágni, ami mondjuk képtelenség, akkor arra készüljünk fel. Annyit tennék hozzá, hogy a hulladékszállítóval megállapodtunk abban, hogy egy évben kétszer ingyen és bérmentve, tehát most április 8-án lesz idén ez az alkalom, amikor mindenki bármilyen mennyiségű zöld hulladékot korlátozás nélkül kitehet a házali zacskókba, illetve a lenyesett, lemetszett ágakat csak össze kell kötni egy madzaggal, ki kell rakni a ház elé, és 8-án elszállítják. És egy ugyanilyen napot az őszi időszakra is tervezünk. Én azt hiszem, hogy ez megint egy olyan neurológikus dolog, mint nagyon sok minden a lakosság körében. Azt azért tudomásul kellene venni, meg kell venni, hogy Budakalász szerencsére még sokkal inkább hasonlít egy faluhoz, mint egy lebetonozott, leaszfaltozott városhoz, ahol még nagyon sokan kertészkednek, nagyon sok kertben gyümölcsfák vannak. Na most ezeket a gyümölcsfákat ahhoz, hogy ezek normálisan teremjenek, természetszerűleg metszenikkel. Ezek a metszési végtermékek, ezek olyan néhány kertben, olyan mennyiségben jelennek meg, hogy képtelenség azokat összekötegelni és kirakni az utcára, illetve hogyha valaki mégis veszi a fáradtságot, a teljes úttestet adott esetben elfoglalja majd a farakással, mert annyi van neki. Ez semmiképpen nem értek egyet ezzel a totális tiltással, mert már az is a problémából, vagy a probléma abból ered egyik része, hogy korlátoztuk egy hónap. Ezt a módosító javaslatot ezt én tettem. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy az önkormányzatnak is szükség van egy ilyen napra, amikor esetleg el tudja égetni ezeket a kerti nyesedékeket, és Budakalásznak lehet, hogy ketté lehet bontani. Van egy része, aki kertészkedik, és van most már biztos egy része, aki abszolút nem kertészkedik. Hát a kertészkedős részének még mindig szükség lehet erre az egyetlen napra. Azt gondolom, nem ez az egy nap fogja Budakalásznak az életét megbénítani, főleg így, hogy ilyen drasztikusan csökkentettük, tehát tulajdonképpen 4 alkalomról egyre. Valószínűleg a nagyobb kárt okoz az a télen, amikor begyújtanak mindenfélével, ezt mindenki tapasztalja Budakalászon, tehát inkább erre kéne erőteljesebben ellenőrzéseket folytatnunk, és erre kéne jobban odafigyelni. Tehát én nekem most is az a véleményem, hogyha május első szombatjára tesszük a falutakarítást, és ezen a napon esetleg lehet égetni, és nagyjából ellenőrzött kereteken belül, mert ilyenkor azért ki lehet vezényelni több város őrt, és oda lehet jobban figyelni. Tehát én azt gondolom, még mindig jobb, amit a Csabi is elmondott, tehát jobb ilyen ellenőrzött formában ezt a tevékenységet egy nap alatt lebonyolítani, és nem arra várni, vagy azt nézni reggel, hogy kigyújtja meg éjszaka a rőzsét, vagy bármit, és azt meg azért sokkal nehezebb ellenőrizni. Én a teljes tiltásnak a pártján vagyok. Nincs külterületi és belterületi egészség, nincs ófalui és két utcával arrébb lévő egészség. Itt az égetés az egyértelműen lehetőséget ad nem csak arra, hogy egyébként azt, amit elvárnánk mindenkit, hogy a száraz ágakat égesse, hanem éget mindenfélét. Zöldet, autógumi, mit tudom én, maradékokat. Tehát ezt nem nagyon lehet valószínűleg így válogatni, hogy nézem, hogy na most ott fa égett, ott pedig valami más.
Ezeket szerintem be kell tiltani. A önkormányzat elég sok pénzt áldoz arra, hogy elszállítassa a zöldet, tehát főleg most ezzel a két nagy mennyiségű, szinte korlátlan mennyiséget nyilván majd ezzel lehet visszajönni, persze, ha valaki akar, hogy a félleg lebontott épületet is ki fogja rakni az utcára, de induljunk ki abból, hogy ez nem így lesz. Viszont még egy dologgal megtámogathatnánk ezt, hogy amit már évek óta fölvetünk és kérünk, hogyha az önkormányzat az erejének megfelelő mértékben vállalna például magára egy olyan feladatot, hogy komposztáló edényeket ad azoknak, akik ilyen területeken laknak, akik kérik. Nem dobálnám be mindenkinek a kertjébe természetesen, de aki kéri, annak igenis automatikusan, hát eleve sokkal egészségesebb, ugye komposztáljanak, rakják vissza, termőföld visszaforog, tehát sokkal inkább a fenntartható fejlődést, fenntarthatóságot szolgálná, illetve hát automatikusan annak, amennyit egyébként eltüzelt, annak elsöprő többségét szépen tudná komposztálni. A testület a napirendi ponttal kapcsolatban döntött a tavaszi két alkalommal történő zöld hulladék elszállításáról. A testületi ülésről készült további összefoglalókat a jövő heti híradóban tekinthetik meg. Budakalász oktatási nevelési intézményeiben április elejétől használható a Menza Pure online közétkeztetési rendszer. Az új rendszerben korszerű módon internetes menza felületen van lehetőség a gyermekek étkezését megrendelni és lemondani. A program kezeléséhez regisztráció szükséges, melyet a szülők egyszerű módon megtehetnek a budakalász.eny.hu oldalon. A májusi étkeztetést április 6-áig rendelhetik meg a szülők. A római katolikus plébánia az elmúlt hetekben adománygyűjtést szervezett, melynek célja a rászorulók megsegítése. Az egyház egy helyi vállalkozó felajánlásának és segítségének köszönhetően április hónapban 240 adag ételt oszt szét a rászorulóknak. A nagybőjti időben 40 napon át készülünk a húsvét ünnepére. A bűnbánattartás időszaka ez számunkra, amely lehetőséget ad, hogy Istennel való kapcsolatunkat rendezzük. Az egyház három dolgot ajánl a nagybőjtre: az imádságot, a bőjtölést és az adakozást, amit alamizsnálkodásnak is nevezünk. A budakalászi lakosok az adakozás lehetőségét megragadva támogatták a rászoruló embertársaikat. Egyházban ilyenkor van a nagybőjt, és nagybőjtben a minden templomban csináltak ilyen száraz élelmiszergyűjtést, tartós élelmiszergyűjtést, és azokat a élelmiszereket, olajat, lisztet, cukrot eljutottuk a szegényekhez. És fölmerült az a kérdés, hogy mi lenne, ha nem csak ilyen tartós élelmiszert, hanem főtételt is tudnánk adni, és a Károllyal beszéltem, és ő nagyon pozitívan állt hozzá a folyamathoz, úgyhogy templomba kiraktunk egy persejt, és ráírtuk, hogy a élelmiszergyűjtés étel akciójára gyűjtünk, és nagyon szépen mind a két templomba 100-100 000 forintot bedobtak, és ezt az összeget szeretnénk most adni a szegényeknek egy ilyen kupon formájába, amit majd itt elküldhetnek a kalászpékségbe, illetve a étterembe. Nagyon pozitív volt a hozzáállás, tehát ez csak templomon belül hirdettük meg, és két hét alatt jött össze az összeg. Iskolai igazgatókkal beszéltem, a családsegítővel vettük fel a kapcsolatot, illetve hát saját ismeretségi körbe, akik tényleg rászorulnak, szeretnénk eljutatni ezt a kis segítséget. Kicsit azon is gondolkodom, hogy most ez egy áprilisra szóló akció, amit ezt a fejenként 10 darab 500 forintos ételkupont megkapják, de bízom benne, hogy nyáron lehet, hogy ezt majd tudjuk folytatni, és hogy azt a étkezési segítséget meg tudjuk adni a diákoknak, akik hát egyébként csak chipsen vagy kenyéren élnének hétvégén, vagy nyáron, hogy egy kis komolyabb ételt tudjanak kapni. A rászorulók kupon formájában kapják majd meg a támogatást, amit a helyi kifőzdében tudnak majd meleg ételre váltani. A cég vezetője több alkalommal is támogatta a jótékonysági kezdeményezéseket. Józsi atyával beszéltünk, hogy szeretnénk egy ilyen étkeztetést. Ugye amúgy is a mi cégünk elég karitatív, szóval keressük a rászorulókat, illetve a nehezebb sorsú embereket, és próbálunk segíteni, és nagyon örültünk neki, hogy az atyától jön ilyen kezdeményezés. Igazából nyitottak vagyunk mindenféle karitatív munkára, és várjuk a szeretettel a megkereséseket ezzel kapcsolatban. Április 1-től indul ez a étkeztetés. Józsi atya kupon formájában fogja kiosztani. Én azt hiszem, hogy 24 embernek elsősorban ugye 10 kuponról beszélünk, ez 240 étel, amit itt az étterem részében el tudnak fogyasztani.
Igyekszünk, mint ahogy előbb is elmondtam, minél többet segíteni. Ebben a gyűjtésben is 40 adag étellel hozzá járult a cégünk, hogy minél több emberhez eljusson. Szóval ez egy nagyon jó kezdeményezés, és reméljük, hogy ennek lesz folytatása. Akár nyáron már a gyermekeknek, miután ugye vége van az iskolának, mi is szeretnénk majd akciót, és reméljük az atya is majd segít nekünk ebben, hogy megtaláljuk azokat a gyermekeket, akiknek tényleg igazán fontos ez az étel. A mostani adományozáson túl az egyház további jótékonysági felhívást is indít. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk hamarosan, Köztér című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a www.vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!